30 éves 12-szeres válogatott védőt igazolta a labdarúgó élvonal újonca a Dunaújváros. Vaskó Tamás felcsútról szerződött át, korábban légiósként a Bristol City-nél dalba is foglalták a nevét, megfordult Itáliában és itthon a Videotonnal bajnok volt. Úgyhogy a labdarúgót kérdezzük már is a váltásról. Szia, jó reggelt! Jó Első benyomások, hogy érzed magad Dunajvárosban jobb hely, mint Felcsút? Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam. Nagyon jó érzés, hogy számítanak így az emberre tényleg ugye egy hosszú sérülésem után térek vissza, és, és, nagyon jól fogadtak ott az Egyesületnél. Hogy kerültél oda? Gondolok arra, hogy miért döntöttél így, voltak-e más ajánlatok, meg egyáltalán miért nem felcsúton kezdted el a felkészülést a továbbiakra is? Felcsúton igazából szerződésem lejárt nyáron, tehát ott befejeződött a karrierem. Volt más megkeresésem is, a Dunói város volt a legszimpatikusabb az összes közül. És a, az tulajdonosoknak az elképzelései alapján ez volt a legszimpatikusabb számomra. Mi volt, ami igazán szimpatikus volt az ő hozzáállásukban számodra? Hát egy az, hogy ugye nagyon szerettek volna, ez, ez mindig szimpatikus egy játékosnak, hogyha, hogyha úgy kapnak utána, komolyabb céljaik vannak, és látszik, hogy tesznek is érte. Uh -huh. És ugye két osztály jutottak a két év alatt. Látszik, hogy foglalkoznak ott a, a sporttal, és, és tényleg vannak céljaik, amit szeretnének megvalósítani. Ha jól láttam, akkor az első edzőmeccset le is játszotta a csapat. Igen. Szombaton, és ha jól látom, akkor nélküled. Igen, nélkülem. Mi van most veled? Mi van a sérüléssel? Mi van a De Mi van egyáltalán az uh -huh. állapotoddal? Hát igazából úgy beszéltük meg, hogy az első hónap, első két hét, igazából ez egy ilyen rávezetőbb jellegű lesz, ugye nem egyből bele a közepébe. Most az én felkészítő edzőm azt tanácsolta, hogy az első két-három hétben még edzőmeccsen ne szerepeljek, ugye ez is a fokozatosság jegyében telik, és azt gondolom, hogy februártól már, már pályára tudok lépni a csapat színeiben. És akkor sérülésleg, orvosilag tökéletesen rendbe fogsz jönni? Igen, igen. Most jelen pillanatban úgy állunk, hogy minden rendben van az valószínűleg nagyon jót tenne neked is, a lelkednek, a karrierednek is, hogyha egy kicsit valahol meg tudnál nyugodni, mert ugye az utóbbi két és fél év az eléggé hektikusra sikeredett, igaz? Hát igen, ez nagyon jól látod, ez, ez, nagyon jó lenne, mert, mert voltak ilyen ide-oda ugrálásaim tényleg, kecskemültem, a kölcsönbe voltam, utána, utána nyáron nem sikerült csapathoz igazolnom, voltak megkereséseim, de úgy voltam vele, hogy szeretnék külföldre menni futballozni, most ez nem jött össze, utána elmentem Mezőkövesdre egy hónapra, akkor utána ugye jött a felcsúti dolog, a szerződés, ez, ez jó lett volna nagyon, csak hát akkor meg ugye közben sajnos ez a sérülés, és, és hát így ezért tűnik úgy, hogy, hogy én ide odaugrálok, de az tény, hogy nagyon jó lenne egy ilyen hosszú távú szerződés, ami biztos hátteret és, és megnyugvást hozna nekem is. Mert ugye most másfél éve kötelezted el magadat, és az a nagy kérdés nyilván, hogy mire számítasz, hogy mit ér el ez alatt a Dunajváros veled? Hát szeretnék, meg szeretne a csapat is, a vezetők is jobb pozíciót elérni nyárig, és nyártól pedig komolyabb célokat is kitűztek maguk elé tehát még ennél is följebb ö, szeretnének végezni esetleg, esetleg a tabellán. E, mennyire erős most ez a csapat szerint? Tehát gondolom korábban is mióta feljutottak az első osztályba, láttad már meccseiket és mi az erőssége ennek a csapatnak egy kicsit most már belülről is látva őket? Az erősség, ezt mindig mondják, hogy ez a, a közösség az erősségük, ugye akik feljutottak két osztályt és tényleg ez a mag ez megmaradt így a csapatnál, ez, ez nagyon jól működik, az hangulat a szuper, láttam a mérkőzéseiket, mindig nehéz ugye egy feljutó csapatnak bemaradni ugye az első osztályba, mert azt mondják, hogy elég nagy a, a szint szintkülönbség a két osztály között. úgy gondolom, hogy az ősz fele azért elindult egy tendencia náluk is, egy pozitív, sikeres tendencia és reméljük, hogy ez így folytatódik tovább. Szóval hiába van egy olyan nehéz helyzetben a csapat, mindenképpen kizárnád a, a kiesést, mint lehetséges opciót. Én úgy gondolom, hogy nincs kieső a csapat, és azt lehet javítani, ugye sok hazai mérkőzés lesz, ősszel ez nem adat meg a csapatnak, és ezáltal is nagyon nehéz volt számukra ugye az első osztályban játszani. Egyébként érzel komolyabb felső szándékokat is arra, hogy mindenképpen NB1-es maradjon, sőt, még ennél is fejebb lépjen ez a klub? Mindenféleképpen, persze. A, ugye kaptak stadion rekonstrukcióra is támogatást, vagy hát ígéretet, és hát szeretnék építeni tovább az infrastruktúrát a pálya körül, stadion körül. Szerintem ez egy cél, minél jobb környezetet kialakítani a labdarúgók számára és a közönség számára természetesen. Mennyivel lehet erősebb a kerete ennek a csapatnak tavaszra az őszihez képest, hogyha abba belegondolunk, hogy ugye érkeztél te, felcsútról érkezett veled Pap Máté, ugye érkezett Braki is a videótontól, szóval egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy vannak azért erősítések, és még várhatóak? Ez a szakmai stábnak a dolga, nem, nem látok bele az ő döntéseikbe, biztos szeretnék meg erősíteni, a Márizs is érkezett ugye csatárposztra, szerintem jobb lesz a keret, mindenféleképpen ugye az a cél, hogy följebb kerüljön a csapat a, a táblázaton. Gondolom ti játékosok is azért beszélgettek, kalkuláltok, számolgattok, szóval milyen tavasszal lennél elégedett? Érdekes, mert ki van írva az öltözőben egy ilyen tábla, hogy a NB1 a cél 40 pont, igen, kények, igen, Tudom, igen. <tudom> Több más szlogennel együtt. Hát megpróbáljuk megcélozni ezt. Hogyha így végig gondold a helyzetedet ennyi idősen, azért még jó néhány év és jó év állhat előtted, hogyha a sérülések nem nehezítik. Ugye az Újpestbe kezdted a pályafutásodat, már 22 évesen válogatott lentél, aztán közel voltál, vagy legalábbis volt szó róla, hogy a Southampton, a most már nagyon szárnyaló Southampton igazoljon le. Aztán ugye most jöttek ezek a nehezebb idők. Miért alakult így, és merre van ebből a kiút, vagy a jó út? Hát szerintem egy ilyen hosszabb távú szerződés, ahogy beszéltük az előbb mm. is. Én nem tudom, hogy néha úgy érzem, hogy egy kicsit úgy megtorpant a, a karrierem. Ugye szépen ívelt fölfele, bajnok lettem a videótonnal, és talán ott jött egy ilyen pici törés, amikor, amikor én elkerültem onnan a kecskeméthez. Meglátjuk igazából ott is úgy érzem, hogy jól ment a, a, játék, a csapat a képességéhez képest jól szerepelt. Nyilván utána jött ez az átmeneti időszak, de, de egy ilyen hosszú távú szerződésén úgy gondolom, hogy ki tudok lábalni ebből a hullámvölgyből, vagy uh -huh. ebből a hullámzó ugye, csapat mozgásból, és, és fölfele fog ívelni megint a karrierem. Hát ugye te kipróbáltad magad Angliában és Olaszországban is, mennyire ízlett, mennyire szereted a légiós életet? Szeretnék, meg mindig az a célom, vagy hát tervem, megtervezem, hogy szeretném magam kipróbálni máshol is. Nekem nagyon szimpatikus volt mind a két ország. Mind a kettőben voltak pozitív és negatív dolgok, de inkább több pozitív, ugye a labdarúgásban, ott, ott, ott azért más mindenhol, minden országban persze másabb a futball, de, de, nagyon jó érzés volt kint játszani, ugye, mint mondta, a dalba is foglalták a nevem Bristolba, és Így ez, van. Ez, ez, egy fantasztikus... A diszkóból vasó igen. Hát igen, igen. ez egy fantasztikus érzés volt, ugye minden héten tét-házas meccsek voltak, és, és hát ez egy fantasztikus közeg volt. Olaszország az egy kicsit másabb volt, ott, ott nagyon sokat fejlődtem taktikailag. Azt akartam mondani, hogy egy védőnek taktikailag biztos, hogy igen, jó iskolá Igen, nem? Az, az a szuper volt. Tehát mm, ilyen szempontból a helyezkedés, igen, meg, igen, meg minden, csapatmozgás az minden, a védőknek egy csemege. Szuper, az tényleg az szakmailag az, az tökéletes volt. Ha eljátszol a gondolattal, hogy mondjuk az elmúlt négy-öt éven is külföldön játszol, akkor ha nem is csúcs szinten, de egy jó magas, normális, iparos szinten. Úgy egyébként mennyivel járnál előrébb most egzisztenciálisan, hogyha az ember arra is gondol, mert kell egy aktív profi játékosnak, hogy egyszer majd vége lesz a futballnak, és tovább kell lépni? Hát nézd, mindenféleképpen előrébb járnék, attól függ, hogy hol futballoznék. Hogyha Olaszországban, akkor nem biztos. Igen, <gül> <gül> legalábbis amivel még tartoznak. Abban, Igen, meg, meg Görögországban, ugye a déli országban azért vannak problémák, uh -huh. de nyilván előrébb tartanék és gondolom, hogy ugye kölcsönben voltam mind két évben külföldön, szerettek volna Angliában más klubhoz tudtam volna menni, de, de nem sikerült. Sajnos ilyen az futball, ilyen az élet. Itt, itt is számítottak rám, ugye itt volt a szerződésem, és hát történt, ami történt ha még, mint ahogy mondottad, feltett szándékot, hogy légióskodjál, nyugati komoly ligákban, vagy az legújabb magyar divatnak megfelelően kelet felé? <laughs> hát, ez egy jó kérdés. A nyugat persze természetesen életszempontjából az másabb, mert nekem már van családom, rájuk is kell gondolnom. Kelet az, az egy kicsit olyan vadabb, ugye élet szempontjából, viszont most egy tendencia szerint több anyagi lehetőség van a, a keleti régiókban. Én nem zárkozom el semmilyen irány elő, uh -huh. se kelet, se nyugat elő. Szeretném magam új országban is kipróbálni, hogyha van És lehetősége. az még megfogul a fejedben, így végén hadd kérdezzem meg, hogy a válogatottságok számát is esetleg lehetne növelni? Persze, minden játékosnak ez a célja, hogy a, a válogatott messz magára húzza. Szerencsére nekem volt ebben e, e, lehetőségem, és, és nagyon jó érzés volt. Szeretnék újra válogatott messz magamra húzni, szeretnék bizonyítani magamnak is e, az aktuális szövetségi kapitánynak, hogyha úgy alakul. Hát más akkor mindesetre jó beilleszkedés neked Dunói városba, Köszönöm és jó hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm szépen.